Köszöntök szépen mindenkit a YouTube csatornámon. Ma egy újabb Griftlands videóval fogunk jönni. Ez a második része igazából. Az első részt már láthattátok fent. Ez a második rész még izgalmasabb lesz, még jobb lesz, tehát tartsatok velem. Az elkövetkező 30 percem. Azonnal jövünk. Várlak titeket. Vagyunk, és már folytatjuk is a előző részben abba hagyott futásunkat igazából, ahogy a játék maga hívja. Igen. Igen, itt láttuk a küldit Gnek-nek, ugye, hogy ne csesztesse őt az a katona. És akkor ma megnézzünk egy-két küldetést pluszba. Na itt vagyunk ugye fent, szépen leszállt az első napnak az estelén, éjjelén vagyunk körülbelül. Ugye ez csak egy limitált lehetőség, ugye választhatok mindig a kettő között. Gyógyító. Oké. Akkor próbáljuk meg ezt először, menjünk akkor ide először. Ó, és ez itt kicsoda. Ja igen, ő szeret minket, ő neki végighez vittünk egy küldetést az előzőleg. Oké. Okay. Jó, hogy újra látlak. Zehul? Ó, oh, hello Szál, köszi még egyszer a segítségét. Kulazoa. Ó, hogy új trükköt tanult. Nemrég. Ő szerinte szeretnénk meg körük hallgatni. Igen, fejleszthetünk egy kártyánkat. Fejlesszük. Például ezt. Ó. Igen, indulhatunk ide, és indulhatunk ide. Ó, igen, ugye. Nagyon érdekes. Ugye, hogyha ezt válasszuk, akkor ugye nulla akciópontba kerül. És viszont a következő kártyán kerül nulla akciópontba, viszont teljesen eldobjuk. Nem tudjuk többet használni abban a körben. Már nem fogja visszaadni a kezünkbe a kártyapaklit, viszont hogyha ezt válasszuk, akkor ugye ez kerül egy akciópontba, viszont ugye viszont a következő kártyák ugyanabban a körben nem kerül több pontba, lépésbe, és ez a kártya ugye majd visszakerül a kezünkbe. Szerintem én ezt fogom választani. Köszike. Oké, okay, lehet, hogy kipróbáljuk, ugye? Hihi. Köszi szépen. Nagyon jó. Ó, hogy... Ó. Elveszítettünk még négy ilyen pontot a dumával. Ha. Nem, hát erre nem gondoltam. Ó. Oké, tehát semmi nem történik. Ennyi volt. Igen, ugye menjünk vissza ide a bárba. Kell kedves barátunk, ugye? Fs, ugye az a nem, hogy fs, ő neki van. Ó, igen. Üdvözöl, nagyon boldogod lát minket, ugye? Hey, hello. Egy nagyon jó lehetőséget találtam neked. Az a kettő ottani esti kereskedők nagyon értékes, ritka anyagokat adnak el, amiket sehol máshol nem szerezhetsz. És csak most, és szükségük van a segítségemre.
Igen, mind a kettőknek van küldetése, de csak egy helyen lehetünk, ugye egy helyen, úgyhogy választanunk fog kellene, ugye, gondolom. Oké, okay. Igen. Igen, köszike Fish. Ilyen nevet. Igen, egy O2 is, ugye Endo. Meg milyen jó kis neve van. Prolog. Igen, ez csak a őr. Mizu. Bennaven. Ez csak egy itteni. Lehet vele iszogatni. Visszatölt 10 ilyen pontot, kapunk kártyát is. 50% kedvezményt ad. És benne van, ő szeretni fog. Hát 30 pénzbe kerül. És se kő. Oh. Havarian Swill, ugye. Ó, visszatöltöttünk 10 pontot, és szeret, kedvel is minket. Igen, viszont elvesztettük egy kis pénzt. És kaptunk, mind a két kártyát megkaptuk. Nagyon jó, mind a tipsit is. Harci kártya, ez meg tárgyaló kártya. Minősül. Mi hopofa nagyon. Ó, és ővel is lehet piát. És ővel is lehet, mindenkivel lehet inni igazából. Na kihez menjünk küldetésre? Hűha, hűha, kihez menjünk küldetésre? Oké. Okay. Is valami segítsünk kimenekíteni valami szörnyet vagy vadállatfélét, itt pedig ő azt szeretné, itt is valami vadon élő állatoknak a menedzselése, hát nem tudom, próbáljuk kezdetem ezt a kollégát. Uha. Spree Rider, ez valami lovas. Ó, basszus. Igen, hogy itt vannak a képességei neki. Ja, ha megöljük, akkor ezt a lootot dobja, ezt dobja el. Úgyhogy gondolom, akkor is meg, ő is meg tud halni. Oké, okay, kérdezzük meg tőle a speciális munkát. Igen, Grifter ugye? Azok, akiknek nincs semmilyen csoportosulásuk, nincsenek a hadseregben, nincsenek ilyen a spree között, ugye nincs semmink igazából, mi csak vagyunk mindenki nélkül. Igen, jók vagyunk az állatokkal. Attól függ, milyen állat. Hú, ez egy kicsit exotikus állat. Growkit. Szabadon futkos, vagy jár. A deadly dog beast known for its uncanny camouflage. Oké, okay, ez egy nagyon halálos kutyaszörny, és arról híres, hogy beleolvad a környezetbe. Kamuflás, beleolvad a környezetbe. És ezt szeretné elkapni. Ó, oh, csak csalit akar. Ja, hogy én legyek a csalit. Én leszek a csalit. Én most megkérdezi tőle, hogy mi ez a kutya. Ó, oh, növényevő. Növényevő, viszont halálos, mert 3 tonnát nyom. Megkérdezik, hogy hogyan jutott ide akkor, hogyan jutott erre fele. Egy ásatásról jött ide, ugye, Groudbog. Ilyen furcsa ösöve és sövényesből jött ide, ahol ásatás van, és így ide jött. Elengedték őt.
Ah, igen, az emberek állatként tartják őket. Igen, nagyon aranyosak, mikor még fiatalok. Oké. Okay. Elfogadjuk. Oké, okay, menjünk. Partner? Ó, de így Endo nem szeret minket. Hmm. Ugye, mert csak egy helyen tudok lenni, hát az egyik vagy a másik, ugye? Sajnos. Ugye csak az egyiket tudok segíteni. Oké, okay. Tudja, hogy hol építi a fészkét. Na igen, ugye. Ó, igen, ő pedig a Hashnek ugye a másik embere, ugye. Ó, nem fog elfelejteni. És ő sem. Ugye Endo nem szeret minket. Igen, ugye itt lehet vásárolni nála. Jó, minket ez most nem számít, most nem vásárolunk, meg semmit. Hú, de messzire kell mennünk. Atya világ. Na, akkor menjünk arra. Na, oda is értünk egyből. Hú, érzed már? Igazából valami furcsa káposzta szagot és egy öreg és bőrillatot érzek, öreg bőrillatot. Ennyi. Szóval azaz, ő a Grovkit. Szóval ilyen fura káposzta és öreg bőrszaga van. Úgy igen, még ugye szerencsénk is van, mert ugye nagyon szélcsend van. Na, igazából mi vagyunk a csalik. Piesutia. Sasso want to. Elbújka. Bokrokban. Ushokuma. Ó, igen, nem támadjuk meg őt. Nagyon, nagyon veszélyes ő neki. Nem meri. Igen, meg is támadhatjuk őket, ugye, és hát ez nagyon rossz ötlet, mert itt írja, hogy nincs menekülés. Itt vagy meghalunk, vagy legyőzzük az ellenfelet. Jó, hát akkor elvisszük a... ezt a crackler. Köszike. Elvisszük a másikat is. Elvisszük a másikat is. Ja, hogy mindenképpen meg kell őt támadni. Ó, a franc vigyel. Hát akkor próbál. Oké. Okay. Ja, hogy ne öljük meg. Igen, mindenképpen. Ja, kaja. Ó, jajajajaj. Jézusom, de nagy, tényleg ilyen büdös, nagy, zöld valami. Furcsa. Köves háttal. Na, akkor harcolni fogunk. A szörnyel. Viszont ne öljük meg, az a... az a lényege. Jó sok. 9-et rák seb, ez azért ez elég sok. Mennyi a pánik levele? 95 és több sebzés szevez, akkor még 95 sebzés kell neki okozni, és akkor már nyerünk, ugye. És itt szépen van még leírás is a szörnyekről, hogy nagyon jó. Temperamentumos, szeretne élni, van neki ugye páncélzata. Igen, ez a hátán lévő páncélzat. És itt éri előtt a pánik, már hiányzik neki 30 élete. Nem tudom, hogy mitől, de hiányzik neki. Na, ha nyomjunk be egy ilyet. Így ő rá kell nyomni. Az igen jó kis lövés volt. Dobjuk rá még ugye morált veszélyt, életet veszélyt.
igazából gyógyuljunk, és meggyógyítom magamat. Van ilyen kártyám, jaj de jó, 10 élet. Ennyi voltam. Következők az erőn. Azt a mindenségét. Oké, okay, akkor használjuk el ezt a Crawlert is, vagy Cracklert, vagy ilyen... Szóval kis pisztoly amúgy, elég durván adja neki. Oké, okay, szúrjuk meg őt. Szúrás, és akkor védekezzünk. Véget ér a kört. Jó. Védekezik. Tudok rá homokot szórni. Ó, kevesebbet fog tudni sebezni ránk. Itt van, nesze neked szemét. Itt ide is ugye. Lecsökkent a sebzése neki. Igen, van kombunk talán. Dupla kombó ugye. És még tudok még egyet ütni. Akkor szúrjunk. Igen, ugye sok élete van még. Nem megy le neki ugye most már így. Ó, oh, van még két. Jó, azt a kártyát kitahasználhatjuk. Oké, és akkor dobjuk be. Ó, oh, kaptam erőket minden. Jó, akkor ezt észre sem vettem. Az 9-et csebzett volna. Hát, ezt elcsesztem így. Ó, de így is még nagyon kapom egy pluszba a cuccot. Akkor adjuk neki. És visszaütött. Nem semmi. Még egyszer szúrás. Nagyon jó. Megint visszaütött. Azért kapjuk még is nagyon a sebzés. Ja, most izé van. Counter. Kirakta a hasán. Minden támadás dupla sebzést okoz neki. Ó, basszus, hát ez nem jó. Egy pontot, és vihetünk egy kártyát a háromból. Dobjunk el egy kártyát, és plusz 5 sebzést. Ó, az igen. Jobb felütés, jobb forog. És plusz egy erőt kapunk. Már rakjuk őt. De ez két pontba kerül. Ez azért kemény. Oké, okay, elfogadjuk ezt a kártyát. Ó, oh, elmenekül ugye. Piesutia,
sapote. Sasoan tu. Igen, nincs rajta gyenge pont, abszolút. Ja. Ó, szeretné elkapni őt a következő. Ó. Igen, ugye örülünk, hogy méltó ellenfelek voltunk neki, ugye nem ölt meg minket, és sikerült elűznünk őt most. Ennyire nem tetszik neki. Igen, megérdemelted a fizetséget, tessék, itt van. Ja, mehetünk. Megkaptam azt, ami... Igen, ugye kövessük Prolukot az esti piacra. Akkor menjünk. Ja, igen, így, igen, az esti piacon, ugye az éjjeli piacon alacsonyan tartják az árakat. A hadsereg elő, ugye. Oké, szeret, kedvel minket, és kedvezményt is ad az üzletében. Itt vannak a többiek, itt van Endo is, aki ugye utál minket. Ó, állatot adnak. Pupó. Oh, valami világító, valami vadállat. Igen, luminen, foszfor. Jaj, de aranyosan csúnya. Ugye lárvaként az a domináns, ugye, az a Cult of the Hash, ugye. Ez a domináns kultúra itt, vagy a vallás, és azoknak a tagjai lárvaként gyűjtik össze ezeket a Hessian tengerből, és ezt a világítós foszforeszkálós anyaggal letetik őt, miközben öl, és azért lesz végül ilyen. Hihetetlen. Ó, meg kell venni őt. Jó, és még így is 187-be kerül nekünk, még csak 60, sajnos. És az a kis másik goromba. Shrug. Halálos behemót. Nagyon ritka. Ó. Csúcsragadozó. Hát, ugyanannyiba kerül, és már van rá 25% kedvezmény, szóval őtől nem veszünk állatot, és igazából kártyát se veszünk, mert nagyon kevés pénzünk van, csak erre a 37 pontos kártyára van pénzünk. Sajnos, a többieknél gondolom még több lesz. Igen. Ó, itt lehet venni ezeket a craftokat, tudod, és mit jelentene? Ó, igen, ezek ilyen start, indít, ilyen bónuszokat adnak. Vagy a harc kezdetére, a harc közben, vagy összesen. Ó, igen. És lehet növelni is a slotot, szóval nem csak 3 lehet, hanem mondjuk lehet 4-et, 5-öt, 6-ot. Az a baj, hogy semmi pénzünk nincs. Ó, így lehet pénzt szerezni, hogyha eladunk harci kártyát. És választhatunk, hogy melyiket dobjuk ki, mondjuk 5. És ezért... Jaj. Ó, nem olvastam el. Basszus, 50-be került kidobni azt a kártyát. Na hát ezt elcsesztem. Így nem maradt rohadt garasom sem. Mehetek vissza. Igazából véget ért a nap. Úristen.
szegény füst valaki cseszteti. Ajaj. Meg fülébe jutott, hogy ugye valaki azért kérdezi a fej, mert ugye fej dísz van, ugye, vagy nem fejdísz, vérdísz. Vérdi van rajta. És hogy ki az, aki jár utánam, ugye? Igen, de bármilyen vadászt, rejteget megtalálom. Ó, igen, ugye. Fenyegeti őt egy kicsit. Fenyegeti őt egy picit, ugye. Hogy van biznisz, amit futtatnom kell, és neked is, ugye. És még volt az idő, amikor ezt respektáltad. Vagy tiszteletben tartottad, ugye. Oha, beugrottunk, ugye. Meglepődött, hogy mi vagyunk a vadász. Igen, ugye azzal jöttünk itt, hogy kivásárolhatott volna minket bőven ugye a helyünkről, de nem tette, mert ugye inkább hagyott ott rohadni. És sejtette, hogy meg fogunk onnan egyszer, hogy el fogunk tudni onnan jönni. Ugye, semmi személyes, és pénzt ad ugye. És elmegy, ugye. Ó, hát ez meg ki a jó fene. Tárgyalás. Na még ilyen nem volt, hogy ketten leszünk. Igen, és jövő meg akar minket támadni. A kis szaros. Sparky. Ja, próbáljuk meggyőzni. Volt, hogy segítsen nekünk. Egy csempészt. Neki több pontja van, mint nekünk. Hát megpróbáljuk legyőzni. Nem lesz egy egyszerű dolog. Mi lesz? Ez... Ugye a következő kártyánk nem kerül sebzésbe. Vagy lépésbe, így tudunk még egyet kijátszani. Nem lehet kijátszani, ugye unplayable, oké. Akkor ő ezt rakjuk ki, védekezünk buszba. Ellenfél jön, mint a macska. Influence szünk van, tehát minden kártyánk maximális sebzést okoz. Ó, iszaros, még cicuka itt. Köszönjük!
ötös. Jaj, ez csak ennyi. Csak így megittuk és berúgtunk, én sem mozgok. Hát ez kész, elképesztő. Akkor játszunk ki domináció, domináljunk. Ó, ez az. Lehet kiátszani ezt a kártyát. Az az 4 sebzés. Gyors beszéd. Ilyen kártyák, gyors beszéd. Veszekedés. Na most jön ő, ezt kapni fogjuk nagyon. Azért kapjuk mink is. Pletyka. Csali, először ezt kell megtámadni, és két élete van. Először ezt kell megtámadni, amielőtt minket támadna, szóval több életünk marad igazából, mert hogyha védekező is lenne egyben. Ugye ez egy jó kártya. És még védekezhetünk is. Na jön az ellenfél. Uha. Rengeteg ilyen plusz kártyája van neki. Ezt most lecsukom, mert nem látom. Igazából támadhatunk. Még csak egy. Na nézzük most mivel ad. Azért nagyon kaptam most. Kaptuk egy kicsit. Védekezzünk. Kis támadás. Az a baj viszont, hogy nagyon nagyobb volt a védelme. Uha. Kikaptunk. Ó, hát ez azért kemény. Ugye mind a kettőt tudunk fejleszteni. Na nézzünk. Legyen ez. Legyen ő. Szopjú Tesha. Tanasasu. Na és akkor még harcolhatunk is vele. Nagyon szuper. Tényleg nagyszerű. Na hát ezért nem jött jól ki. Nem sikerült is meggyőzni, akkor segítsen. És védekeznem kell. Basszus. Nem biztos a túlélők. Hát lehet, hogy könnyű, hogy itt lesz a vége ennek a egész futásnak. És jobban kell a kártyámat kijátszani.
Ajajaj. Ugye kombó mester. Rádobtuk. Aha. Plusz 2 bónuszözés, hogyha van ennyi még kombónk. Ha van, bizony. 5-6 sebzés ide. Azért is még adott még 2 kombót. Ó, igen, ez magunkra van. 4 védelem. Bum. Lehet a következőkre. Ó, az anyja mindenséget, most ráadott egy kis gránátot, ugye? Ugye mindenképp bedobunk egy védelmet, ez mindig jól jön. Legyen a felütés. Bum! Plusz egy erőt kapott. Ez... Hát nincs több pontunk. Hát akkor... Mindjárt megint rám dobott valami vacakot. És még van még egy. Tegyük be ezt inkább. Plusz kis védelem magunknak. Ú, basszus, előkapott valami nagyon durva fegyvert. A bajárunk, hogy bedobunk egy-két védelmet, kicsit üssük őt. Ó, visszatámadtunk. Na az meg... Ú, az 15-öt lesebez ránk. Hát ez nem éppen a legjobb. Igen, kaptunk plusz erőt még. Ó, akkor ezt kell a kis füstöt rádobni, a homokot. Nem fog ekkorát lehetett sebezni. Igen, ugye lecsökkent. Ó, édes istenkém. Mert nagyon meg fog minket csapkodni most. És most nem tudok többet kijátszani. Ó, azért kaptuk nagyon. Most visszakapjuk a kártyáinkat. Most nem, hát mindig tizet sebez így is. Boss Parky ugye 5 csillagos. Hát azért kellett volna segítséget kérnem, de hát látom nem jött össze sajnos. Akkor legyen ez a felütés. Igen, és ez 2 akciópontot viszel. És ez 10 sebzés lesz, amit lehozták egy kis védelem. Sajnos megint vége. Ó, oh. Van kiátszható kártyák, ugye? Ó, oh, nagyon jó. Oké, és... Boom. Legyen a szúrás. Oké. Okay. Nem nagyon van életünk, az a baj, de most ő sem nagyon látom a támadra. Támadjunk. Basszus, na most fog lőni majd.
csak visszaütött. Kis védelem. Ó, megint visszaüt, hogy jaj, nem figyeltem, hogy... ez halálos. Így meghalunk, mert rengeteget rám üt. Hoppá. Így egyelőre nem. Nagyon szoros. Basszus, de megküldött. Ó, basszus, egy életem van. Jaj, nem jó. Hát ez így nagyon nem jó. Ó, bakker. Most micsoda? Ezt betoljuk. Oké, és nyertünk. Hú, hát ez nagyon kevésen múlott szerintem, ha ő éppen hogy. Hát ezt éppen hogy. Nem, megkíméljük az életét, nem leszek egy gyilkos. Ú, azért ez nagyon durva volt. Sikerült. Visszatöltött 6 resolve pontot, amiben nincs egy darab életünk van. Igen, a könyökütésünkre van egy fejlesztés. Oké. Legyen ez. Akkor ő is tavad, akkor majd mink is tavadunk, bárki az legyen. Ó, igen, ugye ez áthatol a páncélon. Minden blokkolást átüt, ez viszont erősebb egy sebez, viszont azonnal el is dobjuk, többet nem lehet majd használni. Akkor ő lesz így. Jó. Választhatunk egy kártyát. Ez jó lesz, ezt berakjuk. És választhatunk egy harci kártyát is, hogyha szeretnénk. Ez érdekes, ez oda-vissza. Kapok lépést, miután használtam őket. Ezt csak egyszer lehet használni a harc során. Legyen ez. Jó, felvesszük a... Igen, ugye megfélemlítettem őket, szóval nem fog becsatlakozni ellenem a következő harcban. Ó, ezt kaptunk ilyen dolgokat. Ja igen, Graft, ó. Kapok bónuszt. Boss negotiation graph. At the start of your turn, reduce the cost of random card in your hand. Oké, okay, csak leveszi az action, vagy a akcióponttól. Leveszi az akciópontot a kezünkben, ami van. Egy ponta, szóval egy pontos kártya nullát ér a kör legelején. Ó, ez mondjuk elég durva. Ugye így kapunk plusz egy pontot, de hogyha megcsináljuk, akkor kettő random ember utálni fog.
Inkább visszük ezt. Vagy el is utasíthatom és kapunk érte 100 pénzt. Inkább elutasítom. Kérek 100 pénzt. Mert nem maradt egy fillérem sem már. És nekem nincs életem se, és semmi nincs igazából. Ó, kicsit szarul nézünk ki. Ó. Ó, igen, azt sajnáljuk, hogy nem mentünk Kassió után, de hát ő itt a bűnöző úr, úgyhogy ez a kis csór is kis ilyen megfingatott minket, majdhogy nem meghaltunk. Úgyhogy nem volt ez olyan egyszerű, ám. Igen, van szoba. Hát igen, jobb is, hogyha pihenünk igazából. Most az a küldi. Igen, ugye 25 pénzbe kerül csak. Annyi még jó, hogy elkértem a 100 pénzt. 30 életet kapunk. Ó. Ez is Resolve-ot tölt vissza először. Igyunk egy italt. Jaj, de jó. Ja, ma megint ezt a kettő részleges kártyát kaptuk. És igen, muszáj sajnos kajálnom egyet, mert nagyon nem volt életem. Ja, igen, ugye, tele vagyunk. Igen, ugye, pihentünk is, ez egy hosszú nap volt. Szép álmokat. Gyerek. Igen, kis... Ó, igen, a Rook. Kioldottam egy teljesen új karaktert, teljesen új sztorival és helyszínekkel. Új kártyatípusokkal és másfajta játékmenettel, ugye. Próbáljuk ki, mikor egy új futást majd kezdünk, ugye. Ja igen, és hogyha ővele játszunk Rookkal, nem törli ki ezt a haladásunkat Cala, szóval mind a kettőt lehet folytatni önállóan, szóval hogy az egyikkel játszunk, akkor a másik sem veszik el, és így tovább, így tovább. Na, az ágyikon, hív az ágyikonk igazából. Igen, egy kicsit. Na, megyünk aludni, első napnak véget ér. És ahogy ennek a videónak is véget ér, véget kellett érni egyszer, az most fog eljönni. Köszöntöm szépen a figyelmet. Ez volt tehát a Griftlands második része, Szállal. Kis ilyen meghaltunk ebben a mini boss harcban, de szerencsére egy élettel túléltük. Hát majd megnézem még ezeket a képességeket, vagy a legközelebbi epizódot innen folytatjuk, szépen kialudva. Találkozunk legközelebb is. Szevasztok!